Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szabó Tóth Kinga vagyok, a napokat én szoktam vezetni. A 2017-es év első klubján én sok szeretettel köszöntöm, és ezzel be is mutatom Sárközi Tamás professzor urat. Professzor Emeritus, a Budapesti Műszaki Egyetemről megy nyugdíjba tulajdonképpen, de jelenleg is aktív professzora az által alapított üzleti jogi tanszéknek. A Rósz András professzor nevében is köszöntöm Önöket, és az egész elnökség nevében, és a programját ugye a klubnak, aki rendszeres klublátogató, azt tudja, hogy próbáljuk nagyon színesen szállítani, hát aztán mondom, hogy Szabos Ander még akár az is előfordul. Tehát úgy próbáljuk, hogy legyen benne tudomány, legyen benne kis közélet, legyen benne művészet, kultúra, és azt a szlogent találtuk ki erre az évre, hogy ugye tudomány, művészet és közélet karnyújtásnyira. Tehát szeretnénk Miskolc életébe is minél közelebb hozni az itt lakók számára ezt a három területet. És valaki kérdezte, hogy hogyan állítjuk össze ugye ezeket a programokat, és hát az elnökséggel állítjuk össze, mindenkinek van beleszólása, hogy ők kit szeretne látni, kit hogyan csatornázunk be, illetve tulajdonképpen az egész becsatornázunk a bizottságok érdekeit is. De azért mindig valahogy megjelenik az a szempont, hogy a tudománynak ugye jeles képviselője legyen, aki tud olyan nyelven is beszélni, hogy egy kicsit azért nem az, hogy szórakoztató legyen, de közelebb hozza számunkra ezt a tudományt, területet, amit képvisel, illetve úgy állítjuk össze a programokat, mert csak én mondom zárójelben, hogy női és férfi előadók egyaránt legyenek, de ez csak az én szempontom is tulajdonképpen, de azt gondolom, hogy az ellenséges lesz. A mai előadónk Sárközi Tamás professzor úr, aki a Sport mint nemzetstratégiai ágazat címmel fog előadást tartani, hadd mondjam el, hogy én nagyon sajnálom, azt nem sajnálom, hogy előadás is lesz, de azt egy kicsit sajnálom, hogy nem lesz vele egy pódiumbeszélgetés, mert sok mindent lehet volna azért az interneten is találni, meg egyéb helyeken, és most mondtam neki, amikor megérkezett és személyesen is volt alkalmam megismerni, hogy nekem olyan ő, majd megismerik Önök is, mint egy Rejtő Jenő könyvből az egyik figura, bármelyik, vagy valamelyik, mert hogy annyira kacskaringós, izgalmas az életútja, és ugye komolyan veszi a tudomány, de azért sokszor távolságot is tart, tehát jól tud magán is mulatni, másokon is mulatni, és szerintem ez egy nagyon jó emberi tulajdonság. Kiemelném az önének rajzából, hogy Nagybocsai Bocsai Sárközi Tamás otthonul a József néven anyakönyvesztél, viszonylag hosszú nevet örökölt a családtól, és az egyik interjúban elmondja, hogy az egyetemi évek alatt is már, ezt már csak én teszem hozzá, feltűnési viszketegségben szenvedett, aztán majd ledorongol, hogy miért mondok ilyeneket. 63-ban szerzett jogi diplomát egyébként az ELTÉ-n. Az egyetemi hatóságok, mint említi egy interjúban, gyakran szórakoztak vele, és ő is az egyetemi hatóságokkal. Tehát gondolom nem volt véletlen azért ez a kölcsönös szórakoztatás. A hableányra, nem tudom, emlékeznek-e, akik a Balaton déli partján szoktak nyaralni, vagy ott megfordulnak, Siófok környékén van egy Balaton szép lak alsó felső, és ott volt egy ilyen kör alapú hableány étterem. Ugye, na mindegy, a Balaton építészet is izgalmas. A hableány étteremben is pincérkedett a professzor úr egyetemi évei alatt, és különös vonzalmat érzett a vendéglátás iránt, hiszen tulajdonképpen szállodákban élt a nagypapa jóvoltából, aki szállodatulajdonos volt Budapesten, több szálloda is a mennyihez fűződő. De ezeket tovább nem mondom, jó? Azt mondom, hogy dolgozott az Építésügyi Minisztériumban, az MTA Állam és Jogtudományi Intézetében, 78-ban lett az Állam és Jogtudományok doktora, 79-ben nagyon fiatalon lett egyetemi tanár. Kimagasló szerepe volt a rendszerváltásban, annak is a vállalati jogi megváltozásában, és még sorolhatnám sokáig. 2006-ig vezette ezt a tanszéket, amit említettem a bevezetőben, 2006-tól pedig az Állami Reform Bizottság tagja. És mint mondta, a jogászoknak nem szükséges PPT az előadásokhoz, meg tudnak beszélni szinte bármilyen témáról. Úgyhogy most meghallgatjuk őt. Még egyszer mondom, hogy az előadásnak az lesz a címe, hogy a sport mint nemzetstratégiai ágazat. Mindenkinek tartalmas estét kívánok, és utána lehet majd kérdezgetni professzorra, aztán válaszolhat. Tisztelt hallgatóság, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ezt, hogy erről tartsak előadást, Rósz professzor úr találta ki, mert nekem van egy rendes foglalkozásom is, gazdasággal foglalkozó civil jogász vagyok, és hát a sport az nekem csak egy ilyen kvázi hobbi melléktevékenységem,
de miután az utóbbi időben ilyen kormányzati irányítással is foglalkozom, hát ilyen értelemben a sport is ide tartozik, tehát képes vagyok a rendelést teljesíteni. Úgyhogy ma a sportról, mint nemzet stratégiai ágazatról fogok beszélni. Hozzá kell tennem, hogy tudom, hogy a Magyar Tudományos Akadémián ugye inkább zongorázni kell, meg színházba, meg múzeumba kell járni, de én gyerekkorom óta nagyon szerettem mindig a sportot, és hát gyakorlatban is többször végeztem ilyen sportvezetői tevékenységet. Így 10 évig voltam a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, voltam az Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségnek is elnöke, a Nemzeti Sporttanács elnöke is voltam, és hát most is újabban a labdarúgás fejlesztésére fáradozom, egyébként nem túl sok sikerrel, tehát vannak gyakorlati tapasztalataim is a sport vonatkozásán. Hát kezdjük a címmel, a sport mint nemzet stratégia ágazat. Mit jelent az, hogy nemzet stratégia ágazat? Ez egy kormányzati prioritást jelent. Ez azt jelenti, hogy adott kormány a kormány programjában valamilyen területet kiemel és stratégiai prioritásként megjelöl. Hát ugye ez általában majdnem minden kormánynál van ilyen. A legjobb emlékeim szerint 2002-ben például az informatikát tette meg a kormányzat, sőt erre külön minisztériumot is létrehozott 2002-ben. Hát akkor a sportemberek fanyalogtak, hogy számítógép elég görnyedő, ilyen 80 dioptriás szerencsétlenek, ugye kisportolatlan a szerencsétlenek, ugye. Aztán ugye jött 2006, amikor a vadászorvos az egészségügyet hát tette ilyen kormányzati prioritásá, és most 2010 óta a sport az, amely ilyen értelemben nemzet stratégiai ágazat. Itt egy hibát lehet elkövetni, minden kormánynak joga van, hogy meghatározza az ő prioritását, ehhez joga van, és nincs értelme ilyenkor felvetni azt a kérdést, hogy miért nem a másikat. Tehát miért nem az egészségügyet, miért nem az oktatást, miért ezt és miért azt, mert nyilvánvalóan mindent lehet, és ezért aztán a kormányzástani irodalom azt mondja, hogy lehet csinálni prioritást, lehet csinálni nemzetstratégiai ágazatot, de ez nem állandósulhat. Talán emlékeznek rá, hogy az informatikai minisztérium is 4 év után azért megszűnt. 2, ez nem lehet nyilvánvalóan aránytalan, tehát nyilvánvalóan az nem lehetséges, hogy túlzásokkal, ugye pazarlással járjon, hogy felerősítse a korrupciót, tehát nem lehetséges ezt sokáig csinálni, az egyik része, és nem lehetséges aránytalanul túlzásokkal, pazarlásokkal csinálni. Tehát erre elméletileg minden kormánynak joga van. Én úgy gondolom, hogy 2 kormányzati ciklus után valószínűleg az fog történni, hogy a következő kormányzati ciklusban, aki kormányozni fog, feltehetően valami fajta más prioritást fog kijelölni. Itt ugye a sportársak úgy gondolják, hogy ez örökre fennmarad. Tehát már nagy terveket szövegettek, például a mostani TAO, társasági adókedvezményrendszer, most legközelebb már nem erre használjuk, hogy legyen stadion, hanem hogy képesek legyünk a stadiont üzemeltetni. Tehát ők örökre gondolják, de ez nem lehet örök, hanem ezt másképp kell csinálni. Most más kérdés, ha bejön az olimpia rendezés, mert akkor feltehetően ugye a sportnak a kiemelt szerepét a következő kormányzati ciklusban is nyilvánvalóan tartani akarják, bár hozzá kell tennem, hogy nem túl valószínű, legalábbis a reális számítások szerint, hogy mi szeptemberben ezt a rendezést megkapjuk, tehát mi az esélytelenek nyugalmával készülünk erre az összecsapásra, de elméletileg előfordulhat, hogy megkapjuk, és akkor nyilván ez folytatódni fog, de ha nem, akkor úgy gondolom, hogy a következő kormányzati periódusban vagy az egészségügy, vagy az oktatás, vagy esetleg a tudomány fog ilyen kormányzati prioritásként megjelenni. Miért a sport? Hát ennek több oka van, külső és belső oka egyaránt. Hát először is, ugye a sport egészen átalakult és egészen más lett a társadalmi életben, mint volt korábban. Ugye a sport teljes mértékű felértékelődéssel történt meg. Valamikor az ókorban ez amatőr élsport volt, ezt követően ma már
részben kialakult a tömeges szabadidősport, amikor én először voltam Amerikába, és ott laktam a Central Park szélén a Plaza Hotelben, kinéztem vasárnap reggel ablakon, ez ugye 70-es évek vége, és kövér embereket láttam, hogy ottan vasárnap reggel 6-kor futkároznak össze-vissza ott a Central Parkban, mondtam, ezek megőrültek, ugye? Tehát megjelent a tömegsport, a tömegek sportja, a szabadidősport, a mindenki sportja, az emberi élettel vele jár. A másik oldalon viszont az élsport, ez megszüntette az élsport jelleget, mert a kocogó is sportol ilyen értelemben. A másik oldalon pedig ma élsport amatőr alapon nem lehetséges. Tehát ma az élsport olyan méretű teljesítmény követelményekkel jár, hogy gyakorlatilag csak hivatásos alapon lehetséges, és ennek következtében megjelent az üzleti sport, ami rendkívül erős. Tehát élsport ma már csak üzleti alapon lehetséges, mert másképp ez egyszerűen ilyen teljesítményeket elérni nem lehet. Ebből kialakult az ugye sportiparág, tehát tömegtermelés sportszereknek, sportöltözetnek, ami nem csak sportot szolgál, mert a gyerek a tornacipőbe megy be az iskolába is reggel, tehát tömegessé válik, tömegtermelés, tömegkereskedelem ebben a vonatkozásban. A mindennapi élet szerves része, tulajdonképpen mindenki csinálja, egy tömeges testkultúra, de szerves része az oktatásnak egyébként mindig az volt bizonyos mértékben, de hát ez természetszerűen fölerősödött, lényeges része az ifjúságpolitikának, továbbá az egészségügyi hatás miatt a népegészségünknek is egy alapvető tényezővé vált. Hát ma már az emberek jelentős része a fejlett országban valami fajta fitness, wellness azért csak csinál, ugye, tehát ilyen értelemben a mindennapi élet része lett a teljes lakosság vonatkozásában, tehát egyszer sportiparág, ezzel összefügg a nagy sportesemények, giga sportesemények, rendezvényeknek a létrehozása, óriási beruházások, rendkívül nagy munka, erőigény, és aztán megérkezett természetszerűen a média, amely aztán ugye végképp felerősítette ezt a hatást, kialakult a sportturizmus, hogy emberek Magyarországról is minden hétvégén elmennek Barcelonába, Milánóba, ugye hát nyilvánvalóan csak a gazdagabb rétegek természetszerűen, de hát azért abból elég sokan. Tehát kialakult a sportturizmus, amely szintén rendkívül széles, és aztán, ami a, főleg Amerikában igaz, a sport a szórakoztató iparnak egy alapvető ágazata lesz. Ugye Las Vegasban lehet látni a legjobban, hogy egyszer ugye ott van a szerencsejáték, ott van a show, és természetesen ott van a nehézsúlyú box világbajnokság is, amit egyszer egy hihetetlen ünnep. Én egyszer Andi Vajda jóvoltából részt vettem egy ilyen rendezvényen, félelmetes. Egyébként, aki most látta önök közül az éjszakában az amerikai futballnak ezt az ünnepét, ahol ugye csak az egy nap alatt állítólag 150 millió dollár bevétele volt a helybérieknek, és hát a világon nem tudom hány 100 millió ember látta ezt az eseményt. Tehát egy átfogó hatás, és ezt úgy is ugye szokták hívni, hogy élményt ad. Ugye a színházban tudom, hogy mi lesz a Hamlet vége, ugye? Vagy a Robleónak. De ugye a sportesemény az mindig más élményt ad. És nem lehet feltétlenül látni a végét. Tehát egy élménytársadalomban, egy szervisztársadalomban a sportnak a jelentősége mindenféle szempontból figyelembe jön. Ma Amerikában, az iparban és a mezőgazdaságban összesen nem dolgoznak a munkaképes, tehát a felnőtt korú lakosságnak 20%-a se. 10%-kal foglalkozik öreggondozással, mert az emberek tovább élnek, 10% már az öreggondozás, és hihetetlen mennyiség a sport, amely összekötődik, tehát komplex jelleggel történik, és általános jelleggel tehát föl emelkedik ez. A sport rendkívül kiszélesedik. Hát ugye a sportágak tömege, sportág robbanás van. Hát miért gondoltuk mi valamikor, hogy a darts, vagy a biliárd, a kocsmasportok, technikai sportok, extrém sportok, népi sportok tömege, tehát a sportág hihetetlen mértékű szélesedése, ugye a tornából milyen fajta dolgok jöttek ki, a gumiasztal ugrálástól kezdve a művészi tornáig. A sport egy része elment a művészet felé, ugye jégtánc,
szinkron korcsolyázás, szinkron úszás, zenére, stb. Tehát egyszerűen a sportnak hihetetlen mértékű jelentősége lett. Tehát tulajdonképpen egy élmény társadalomban a sportnak a jelentősége ezáltal átmegy a gazdasággal, mert a gazdaságnak egy óriási üzlet, ilyen körülmények között pedig törvényszerűen megérkezik, ugye a politika részére is. Ugye a sportot számos nemzetközi akcióban is kihasználják. Emlékezzenek vissza Mao Zedong úszására, Kissinger ping-pong diplomáciájára. Tehát egyre jobban a politika összefogódik a sporttal. Vagy Amerikában a néger teniszezőknek a felbukkanása a faji mozgalmak vonatkozásában rendkívül erős volt. Tehát mindez a sportot a mindennapi élet szempontjából politikailag és gazdaságilag is kiemeli. Tehát ez egyik oka az, hogy a sportot érdemes nemzetstratégiai ágazattá tenni. Félreértés ne essék, a sok pozitívum mellett, az előadás címében is próbáltam ezt kifejezni, igen sok a negatívum. Ugye gyakorlatilag ma már élsportot doping nélkül folytatni nem lehet. Legfeljebb az a kérdés, hogy mi az, ami rajta van a doping listán, és mi az, ami nincs. És mikor tudják kimutatni, esetleg csak 10 év múlva, 15 év múlva. Megjelent ugye a sport huliganizmus ezzel kapcsolatban. Ugye emlékezünk vissza a belga stadionba az emberek tömegére. Vagy most is, éppen múlt héten volt egy barátságos mérkőzés a Ferencváros és a Debrecen szurkolói között, valamilyen rejtélyes okból Újpesten. Tehát ugye ebben a útkal megjelent ugye a sport huliganizmus, ugye továbbá természetszerűen megjelent ebben a vonatkozásban a különböző csalások, fogadási csalás, ugye a valamikori békés bunda, hogy te leadod a csörtét, most már úgyse kell neked, vagy visszaadod neked a legközelebb, a békés bundát fölváltotta a hihetetlen mértékű összegeket felemésztő nemzetközi fogadási csalás bandáknak a tömeges megjelenése. A korrupció elérte a legmagasabb sportszervezeteket, mindenki hallott nyilván a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökségének különböző botrányairól, a FIFA különböző botrányairól, hogy világversenyeket eladnak és vesznek, és mindenféle, hát ilyen dolog történik. Emlékszem rá, amikor először megjelentem ilyen nemzetközi kongresszuson a 80-as évek végén, ugye, és bementem a szobámba, akkor volt a tisztségválasztó közgyűlés, és azt hittem, hogy valaki másnak a szobába mentem be, mert a szobában bunda volt, meg szép irhabunda, mindenféle ajándékok, gondoltam, még nem költözött ki az előző lakó tévedés, ezt nekem számít. Tehát ugye a dolognak ugye ez a része, tehát rengeteg negatívum is van, de ugyanakkor a sportnak a kimagasló jelentőségét, az emberi mindennapos élet és a szórakoztatás és a sportipar tekintetében alig lehet tagadni, ha pedig ez így van, akkor szükségképpen a bel- és külpolitika részévé is válik. Ez az egyik oka annak, hogy a politika nemzet stratégiai ágazatként ugye a sportot választott. A második a jelenlegi kormányzásnak a stílusából következik. A jelenlegi kormányzat ugye a nemzeti ügyek kormánya. Az élsport mindig a nemzetek közötti vetélkedésnek a részvevője volt. Voltak kísérletek, hogy ezt tompítsák, például Avery Brundage, amerikai elnök a 60-as években például megtiltotta, hogy országlistákat kelljen készíteni, hogy ki mennyi érmet nyer, mert azt mondta, hogy ez nem az. Megtiltotta a himnuszok lejátszását. Ma már ugye minden nap lehet olvasni a táblákat, hogy melyik ország hogyan áll, ugye az olimpiai éremtáblázaton. Mostanában már nem csak az érmeseket számolják, hanem 5., 6., 7., 8. helyet is, mert egy nagy nemzetközi vetélkedő része, és tulajdonképpen csak mi az egyetemeken tudtuk megtartani azt, hogyha nézik a televízióban éppen most folyó univerziádét, téli univerziádét, akkor láthatják, hogy az univerziád az utolsó, ahol még nem játsszák el a nemzetek himnuszát, hanem a Gaudemaunus Igiturra vonulnak föl az emberek, de ez ma már kivétel. Tehát nyilvánvalóan egy nagyon erősen nemzeti jellegű kormányzat a sportot fölkarolja
A másik ugye a kormányzat nyíltan erős állami beavatkozás a gazdaságba, az ideológiába, tehát ez a része is olyan, ami azonos a sportnak a győzelemre vágyó, a vetélkedő, a teljesítmény, a siker, orientáltság. Ugye Cseh Tamástól származik, ugye a jelenlegi kormány vezetői nagyon szeretik Cseh Tamást. Cseh Tamástól származik az a mondás, hogy győzni kell a győzelemért. Tehát a harc, a siker orientáltság rendkívül erős a kormányzatban. Én ugye a kormányzat több tagjával a 80-as évek végén az egyetemet tanítottam, akkor is bennük volt ez a rész, tehát törvényszerű, hogy ez a kormányzás, a győzelem, a harc, az ütközésnek a megtalálja a maga pandantját a sportban. Tehát bizonyos mértékben a sport kiemelése a kormányzás általános, kormányzattani jellegzetességéből csalódik. És a harmadik része pedig az, amely szintén összefügg a másodikkal, hogy a 2015 a magyar sport rendkívül lerobbant állapotban volt. Rendkívül lerobbant állapotban volt, mert 90 után megszűntek a sportállások. Ugye? Megszűntek a sportállások, kettő a sportlétesítmények jelentős részét, miután a vállalatot privatizálták, és a sportlétesítmény a vállalatnál volt, ennek következtében sportlétesítmények tömegesen estek ki a magyar sportból. Megszűnt az utánpótlás nevelés, tehát teljes mértékben lerobbant. Ugye hát, többen emlékeztek, hogy nézett ki már utóbbi években mondjuk a Puskás Ferencről elnevezett Népstadion. Alapvető sportlétesítmények hiányoztak. Rendkívül gyenge volt a sportolók, az edzőknek a megbecsülése. Tehát egy nagyon lerobbant sport volt, amit ugye azzal lehet jellemezni, hogy a 2008-2009-ben az állami költségvetés 0,2%-a ment sportra, olyan 40-50 milliárd körüli összeg, tehát egy rendkívül lerobbant sportot talált a Fidesz kormány 2010-ben, és ennek következtében ezen három tényező, tehát a sport belső és nemzetközi fölértékelődése, a kormányzás általános stílusa, plusz egy nagyon lerobbant állapotnak a korrigálására való törekvés hármasban hozta ki azt az eredményt, hogy a kormányzat 2010-ben is és 2014-ben is a sportot nemzet stratégiai ágazatként kiemelte. Ennek pénzügyi következményeiről fogok majd nem sokára beszélni. Mi a helyzet a fejlett nyugat-európai országokban? Tehát azon jóléti államokban, ahol mi is szerettünk volna eljutni. Ugye a fejlett nyugati államokban körülbelül az a helyzet, hogy a költségvetésnek körülbelül 1%-a megy sportra. Hát valamikor ugye ennyi sem ment, mert hiszen a nyugati államok eredetileg abból indultak ki, hogy a sport magánügy. A civil szféra része, önszabályzás, önvitarendezés, tehát sportjog nem volt. A testnevelést szabályozták Magyarországon is 1921-ben, de a sportot először 1996-ban. Nem volt a sport, ez egy civil dolog volt. Igen ám, de ugye jöttek a diktatúrák. Jött először ugye a Hitler 1936-os olimpiája, aztán jött a Szovjetunió, aztán jött az NDK, és a magyar sport is legnagyobb sikerét mikor érte el? Rákosi Pajtásnál, 1952-ben 16 olimpiai aranyére, amely ugye kvázi legitimálta is a rendszer, mert ugye nyugaton azt mondták, hogy hát mégsem lehet olyan szörnyű Rákosi Pajtás alatt élni, bár szörnyű volt, de mégsem, mert hát ezek ilyen nagyszerű eredményeket tudnak elérni. Az NSZK-val szemben az NDK mutogatta az olimpiai aranyérmeket. A Szovjetunió mutogatta, és ezért 1952-ben az angolok 1, a franciák pedig 0 aranyérmet nyertek az olimpiai játékokon. És akkor a nyugati kormányok is kénytelenek voltak a sportba finanszírozni, kialakítani a sportigazgatást, kialakítani a sportfinanszírozást, de azért Nyugat-Európában alapvetően megmaradt a sport, van az állam szubszidiárus. Tehát elsősorban önfenntartás, civil tevékenység, és ezt egészíti ki az állami szerepvállalás, amely mondom, körülbelül 0,8-tól 1,2-ig, tehát körülbelül 1%-a a költségvetésnek a finanszírozás. Igen ám, de a belső arány gyökeresen más, mint nálunk.
mert Nyugat-Európa fejlett államaiban, vagyok Németországban, vegyük ezt a példát, Németországban körülbelül az a helyzet, hogy a sportra szánt pénznek egyharmada az állam, egyharmada az üzleti szféra, és egyharmada a háztartás. Hát a lakosság. És olyan összetételben, hogy az állam alapvetően a szabadidő sportot és az egészen kimagasló élsportot finanszírozza, a profi élsport finanszírozása alapvetően a nagyvállalati ügy, tehát az üzleti szférájé, és végül a háztartások, a lakosság alapvetően az utánpótlás nevelés, a gyerek egészségét, stb. Szolgálja. Tehát egyharmad a pénzből, egyharmad és egyharmad. És ez azt is jelenti, hogy az állami pénzek 70%-a megy a szabadidősportba, és körülbelül 30%-a megy az élsportba. De azért az alapvető profi sportot, például az angol labdarúgó bajnokságot, a Premier League-át, az angol állam nem finanszírozza. Az angol állam finanszírozza a lakosságnak a szabadidő sportját, mert a Premier League-át azt az üzletnek kell alapvetően finanszírozni. Tehát körülbelül ez ebben a vonatkozásban a helyzet. Tehát megmaradt a sport alapvetően civil ügy. Igen ám, de ez keleten, tehát a szocializmusból átment országokban, és így Magyarországon is több okból nem megy. Az első a szocialista örökség. Ugye a sportolók megszokták az államatőrizmust. Tehát nem érti, hogy miért nincs neki sportállása. Nem érti. Azt se érti, hogy miért nem csempészet. Hát voltaképpen az alapvető, ugye, jövedelem forrás puskáséknak, az aranycsapatnak az volt, hogy jóval kevesebbet kaptak, mint a Real Madrid játékosai, mert azt hoztak be az országba, akit akartak, ugye? Tehát ilyen értelemben a valamikori államartőrizmus az nagy mértékben befolyásolja a sportban tevékenykedőknek a tudatát. És ennek következtében a szürke gazdaság és a fekete gazdaság ugye rendkívül erős a sportban. Talán a művészetek a másik terület, ahol legtöbb ilyen szürke gazdasági figurát lehet látni, mert egy jelentős színész sem érti, miért kéne neki adót fizetni. Hát miért vonnak le? Kap egy díjat, levonják a jövedelemadót. Ugye? Tehát ebben a vonatkozásban a szocialista örökség az egy rendkívül erős dolog, szürkíti, sőt, lásd fogadási csalást, ott is beszélgettem néhány vádlottal. Nem ért? Hát csalt! Csak kobila! Ugye? Tehát egyszerűen ezek a tudati maradványok azok nagyon erősek sajnos. Hát persze szűnnek, megy ki lassan, de hát azért alapvetően csak ott van. Tehát az egyik dolog az örökség, amely ebben a vonatkozásban nagyon erős, és a lakosság is tulajdonképpen. A lakosság pedig mit ért sporton ma is? Az olimpiai sportákat, tehát az olimpia van, a két hétig nem dolgozik senki, hanem az olimpiát nézi, a másik a labdarúgás. De ki nem megy? Tehát belépőjegy bevétel nincs. A taxiba beszél róla, a fodrásznál beszél róla, a munkahelyen beszél róla, ahol nem megy. Tehát ugye ma is az NBA-ben 2000-3000 az átlagos nézőszám, és ha miért fradisták nem lennénk benne ebbe a buliba, akkor a szám még rosszabb lenne, ugye, mert azért a Fradi a maga 5-6000 emberét, a valamikor olyan 60000 helyet azért csak hozza. Tehát a diós jön! Hát ti ezzel a roskatak élnek. 3000 ki szoktuk lenni, bocsi. És aztán lesz a kodalapotok a lelát. Bocsánat, elnézést kérek. Nem akartam megsérteni a DVD-ket. Nálatok meg az a baj, amennyire én jégkoromból, mert jégkoromból azért szoktam azért lejönni innen Miskolcra. Itt az a probléma, hogy bevétel azért nincs, mert mindenki beengedtek ingyen. Na jó, szóval ennyit tehát a maradványokról, tehát ami maradt a szocializmusból. A másik, hogy nálunk még az üzleti szféra nagyon gyenge. Tehát a magyar kis- és középvállalatok igazából nem tudnak finanszírozni. A nagy multi pedig csak kiemelt nemzetközi eseményt akar finanszírozni, vagy vesztegetni akar, ez a két lehetőség van. Mert ugye a Forma 1-et szívesen, valami szuper sportrendezvényt szívesen, de más nem akar. Tehát a multi se,
a magyar kis- és középvállalat se, mert az éppen a feleségét cseréli, de meg utazni akar, meg teszaurál. Tehát a sport az üzleti szférából nem kapja meg azt, amit nyugaton megkap. Vegyük a háztartásokat. Hát a háztartásoknál is csak a jómódú családok engedhetik meg maguknak, ugye, hogy pénzért. Magyarországon a jóléti egyesületek, alapítványok rendszere, amely nyugaton a szegény gyerekeknek a sportolását biztosítja, minimális mértékben van. Tehát se erős üzleti szféra nincs, ez az egyharmad nincs, se a háztartások nem bírják egyharmad, mert azért, ha megnézzük a múltat is, azért nem a élvonalbeli értelmiségi családokból származnak a sportoló, élsportoló túlnyomó többsége, bár volt dr. Sárosi György is a magyar labdarúgásban, tehát azért általában a szegényebb rétegekből tevődik ki, és ott pedig nincs a háztartásoknak ereje. Tehát ha nincs egyharmad üzlet, ha nincs egyharmad ugye, háztartás, akkor mi van? Az államnak kell belépnie. És ezért ugye ez a nyugaton egyharmad, egyharmad, egyharmad helyett jelen pillanatban Magyarországon körülbelül az a helyzet, hogy az állam szerepe körülbelül 80%, amely szükségképpen alakult ki, csak nem jó, mert állammá teszi a tulajdonképpen a civil jellegű sportot, de hát vagy nincs sport, vagy ha van sport, akkor állami finanszírozási sport van, márpedig ugye, aki a pénzt adja, az általában a zenét is rendeli. Tehát ugye ez alapvető, és ez nem szerencsés, csak azt akarom mondani, hogy szerintem szükségképpen alakult ki. Tehát lehet azt csinálni, ami 2002 és 2010 között volt, hogy azt mondjuk, hogy minket nem érdekel, nem adunk pénzt, de akkor nincs. Akkor ugye ott rohadt le az egész magyar utánpótlás. A másik esetőség, hogy adunk, sokat adunk, de abban a pillanatban ugye a hagyományos felállás egyharmad, egyharmad, egyharmad megdől, és a sport civil jellege jelentős mértékben ugye, hát úgy mondjam, sérelmet szenved ebben a vonatkozásban. Elkényelmesít, pazarlásra vezet, és korrupciós járadék fizetésére is ösztönöz egyes sportások. Tehát ennek megvannak megint a hátrányai. Csak azt akarom mondani, hogy én úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet más csinálni. Tehát ha erős sportot akarunk, akkor az államnak kell alapvetően, de itt arra kéne törekedés, majd a végén erről beszélni fogok, hogy szép lassan azért az állam kezdjen visszavonulni. Tehát ne örökös legyen ez az állapot, hanem próbáljuk az üzleti szférát is, meg próbáljuk a civil szférát is, és így szép lassan kezdjünk visszahúzódni abba az állapotba, amely hát tulajdonképpen ideális lenne. Na most akkor rátérnék az előadás második részére, a jelenlegi magyar sportnak a problémája. Egy irányítási rendszer. Ugye az irányítási rendszer tekintetében 2010 előtt egy rendkívül széttagolt rendszer volt. Volt 5 darab köztestület, volt előtte 3, aztán később 2 közalapítvány, és volt egy nemzeti sporttanács, amely kétségbe esetten megpróbálta koordinálni ezeket a szerveket, és volt különböző minisztériumokba bedugott ugye sportminisztériumi rendszer, mert hol az önkormányzati minisztériumban voltak, hol a belügyben voltak, hol a fejlesztési minisztériumban voltak, össze-vissza voltak, mert ugye a politikában mindig megöl a DAFKE, tehát ha a Fidesz kormánynak 1998 és 2002 között volt sportminisztériuma, akkor nálunk jut se lesz. Először megtévedtünk, még fönntartottuk egy kicsit, de aztán rájöttünk, hogy anyátok. Na most ugye ez aztán ugye vissza, és ennek következtében igazából egy teljesen széttakolt, és ezáltal a finanszírozásban is valami 8-10 csatornás sportfinanszírozás volt, ami nyilván nem volt helyes. Na most 2010-ben pedig egy másik szerintem hibás, ezzel lehet vitatkozni, szerintem hibás másik konstrukció volt, a Schmidt Pál elnök úrnak az olasz rendszer átvételére irányuló felvetése, amit aztán a Kovács Tamás öntött papírra, aminek az volt a lényege, hogy a Nemzeti Olimpiai Bizottság legyen a sport alapvető szerve, és abba be kell pakolni minden mást is. Ennek következtében fölállt egy 240 tagú közgyűléses
Magyar Olimpiai Bizottság, amelynek ugye volt tagozatai, olimpiai tagozat, nem olimpiai sportágak tagozata, a fogyatékkal élők sportja, a szabadidősport és végül a diák és ifjúsági sport, de úgy, hogy a 240 emberből 210 volt olimpiai sportág képviselő, és az összes többi tagozat, ezt most láttuk, mert el kellett menniük, 30 emberrel mentek el, tehát az összes többit 30-szal képviselték, tehát törvényszerűen, miután az elnök is olimpiai bajnok, főtitkás olimpiai bajnok, az elnökének is túlnyomó többsége olimpiai bajnok volt, ez azt eredményezte, hogy az olimpiai sportágakra minden, a többiekre pedig alig valami. Ugyan most már Sarolta harcolt ez ellen, de amikor látta, hogy nem bír eredményt elérni, lemondott, és ez a struktúra nem tudott működni az olimpiai sportágon kívül, mert ott jól működött, de kívül a nem olimpiaiaknál, meg többinél nem tudott normálisan működni, és ezt a kormányzat szerintem nagyon helyesen 2014-ben felismerte. Most más kérdés, hogy nem a olimpia rossz eredményeire kellett volna ráhúzni, mert ezt tették, hogy azért van, mert hát ugye két sportágban tudtunk jelentősebb eredményt elérni, többiben nem. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezt így fenntartani nem helyes. És most ugye az alapvető változás az, hogy a minisztérium kapta meg az alapvető irányítást és a finanszírozásnak a túlnyomó többségét, és elvált egymástól négy köztestület, hát elég szerencsétlen elnevezéssel. De ugye van egyszer ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, másodszor van ugye a Paralimpiai Bizottság, itt az az érdekesség, és ebből még sok probléma lesz, hogy a siketek, azt hiszem így kell mondani, én valamikor régen mindig süketek mondtam, de általában ez PC, tehát azt kell mondani, hogy siketek, ezek nem szeretik a mozgássérülteket, meg a gyengelátókat, tehát nemzetközileg a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsága a siketekkel nem tart nexus, és ők nem mennek be a paralimpiába, mi pedig a teljes fogyatékos sportot benyomtuk a Paralimpiai Bizottság alá, ebből még nemzetközileg problémák lesznek, már szerintem alapvetően helyes. A harmadik, amit valaki nem tudom miért versenysport szövetségnek nevezett, ez a nem olimpiai sportágak, hát a olimpiai sportágak és versenysportágak, tehát a elnevezés nyilvánvalóan téves, de hát a dolog, tudjuk, hogy miről van szó, nem olimpiai sportágak, ennek hagyományosan nagyon jó vezetése van, korábban a Leyen Ricsi által, most éppen egy miskolci ügyvéd kollega ennek az elnöke, egy nagyon felkészült és okos, bár kicsit verekedő sportágból származó elnöke van ennek a társaságnak. Tehát ez idén lesz világjátékok, szerintem ez egy sikeres valami, és végül megint egy szerintem rosszul elnevezett valami, a diák, hallgató és szabadidősport, mert azért a szabadidőt kellett volna előre tenni, és a szabadidősportnak a része ugye a diák és a hallgató sport, de nem az elnevezés számít, a dolog lényege, hogy szerintem alapvetően korrigálva lett a 2010-ben elkövetett hiba, és ez én véleményem szerint alapvetően helyes. Na most jön a finanszírozás. Én körülbelül egy hete küzdök, hogy megállapítsam, hogy mennyi pénzt költött a magyar állam 2016-ban sportra, és ez irányú törekvéseim teljes értékű eredményre nem vezettek. Az általam megkérdezett szakértők irreálisan eltérő számokat mondogatnak. Én úgy látom a sok papír alapján, amit összegyűjtöttem, és hát bevontam a titkárnőmet, mert én nem tudok rendesen számolni, tehát ő számolta a százalékokat, tehát ha most hülyeséget mondok, azt az ő terhére kell írni. Tehát a helyzet az, hogy az EMI-nek a költségvetésében 45 milliárd szerepelt 2016-ra, hát majd az árszámadásnál kiderül, hogy mennyit költöttek belőle, tehát azért ránk sportra nem jellemző, hogy nem költjük el, amit nekünk vannak. Tehát 45 volt az EMI-nél. 177 milliárd volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, és külön kormány határozatok alapján van 230 milliárd, de itt sem tudom, hogy mit költöttek el belőle, mert egyes kormányhatározatok decemberben születtek, tehát nem túl valószínű, hogy december 31-ig ugye ezeket el tudta költeni. Én, de mondom a számért nem vállalok felelősséget, én úgy számoltam ki,
hogy körülbelül 450-500 milliárd közötti az az összeg, ami ugye sportra 2017-et egyelőre nem nagyon lehet látni, de ebben minden benne van. Tehát ebben minden benne van, ugye, mégpedig az is, amit nem szoktak hivatalosan hozzászámolni. Ugye én itt hozzászámolom a testnevelési egyetemnek a költségvetését, mert az alapvetően azért sport. Ugye az egyik. A másik a TAL. Hát lehet, hogy egyes politikus urak azt mondják, hogy a TAL az magánpénz, de hát ez csacsiság. Hát nyilvánvalóan a költségvetési pénz ez, amit a költségvetés nem kapott meg. Hát az a költségvetésből van, mert ennyivel kevesebb a költségvetés. Ha ezt számolom, és én hozzászámolom, akkor nálam körülbelül 2,2%-a jön ki a költségvetésnek. Ez körülbelül a duplája annak, amit a fejlett nyugat-európai ország költenek, de mondom, ez nem volumen, mert nyilván a német költségvetés tévileg más, mint a magyar főszáma. Ha én 26 ezer milliárd és 30 ezer milliárd körül számolom az egészet, akkor ez körülbelül 2-2-2, amely ugye már tízszerese a 2010 előttinek. De mondom, ezen számok valóságáért nem felelek, ezek az én privát számításaim, de azért egy világos, hogy rendkívül erős a növekedés, tehát igen, nagy a növekedés. A második, és ez is bizonyos mértékben hivatalosan az Európai Unió statisztikáiból jön, hogy Magyarországon és Finnországban az a két ország, amely a legtöbbet fordította az elmúlt 4-5 évben a sportra, tehát a finanszírozás alátámasztja a sport nemzetstratégiai jellegét. De én úgy gondolom, hogy a lerohadásnak a korrigálása helyes volt. Ami nem helyes, az a túlzás. Tehát majd még fogok mondani néhány számot ebben a vonatkozásban. Amikor én a Jégkorong Szövetség elnökségétől elbúcsúztam 98-ban, a mi költségvetésünk, mármint a jégkorongé, az 50 millió volt. Jelenleg 1 milliárd 2. Egy kiváló jégkorongozó barátom mondta, hogy te öregem, egy akkora összeg, hogy még ellopni se tudjuk. Tehát ugye ez egy kicsit sok. Ugye az, hogy legyenek korszerű stadionok, ez egy nagyon helyes dolog. Hát azért az, hogy Pesten egy darab, egy UEFA meccset nem lehetett lejátszani, mert nem volt semmi, hát ez nyilvánvalóan helytelen volt. Azonban el kell gondolkozni, hogy mondjuk egy olyan labdarúgó csapatnak, amelynek a nagyon összeszedem magamat, körülbelül lehet 500 szurkolója, kell egy 6-7 milliárdos stadiont ugye építeni, mert hát még a meghítón se tudták megtölteni, sőt, ahelyett, hogy hálásak lettek volna a miniszterelnöknek, aki nekik épített egy ilyen stadion, én sose építettem volna, még ki is fütyülték. Ez a durva hálátlanságnak egészen kirívó példája, ugye? Tehát nem szabadna pazarolni, nem szabad túlzásra esni, ebben a vonatkozásban nem kell falukba másodosztályú csapatoknak szuperpálya, ez nyilvánvalóan túlzás és helytelen, de alapvetően, hogy ki lett korrigálva a korábbi elmaradás, az az én véleményem szerint nyilvánvalóan helyén való ebben a vonatkozásban is. Az is helyén való, hogy ettől az évtől, tehát 2017-től kezdve ez lényegében egy csatornásra vált a minisztérium által, de ez feltételezi azt, hogy ne járjanak úgy, mint én, hogy kétségbe esetten próbáltam adatokat megtudni, hanem legyen nekik egy korszerű, kemény monitoring rendszerek, amelyek tudják, hogy ki kap pénzt, mit kap pénzt, és miért kap pénzt, és hogy kap pénzt. Tehát igenis meg kell szigorítani a pénzekkel kapcsolatos ellenőrzést, mert ez nem túlságosan helyes, és mint mondtam, az sem helyes, hogy ennek az összegnek a 70%-át az élsport kapja, és 30%-át kapja csak a szabadidősport. Hát itt is azért statisztikailag sok minden ügyeskedés folyik, hogy ugye például ugye a TAO pénzt nyilvánvalóan eleve már az unió által jóváhagyottan csak utánpótlásra lehet használni, mindent megtesznek, hogy valahogy átpumpálják a profi sportban, amit nem szabad. Ugye én is láttam 30 év fölötti éljátékost,
Nem labdarúgásról van szó, úgyhogy ne szóljatok nekem, nem DVTK, tehát jégkorongozóról van szó, aki minimál bérrel beállítva, de mint utánpótlás edző havi 1.200.000 forintot kapott, ezért az egy edzésért, amit a játékosoknak tartott. Na most ilyeneket nem szabadna megengedni. És az sem helyén való, hogy a TAO pénzeknél körülbelül az egyharmadot a közvetítők jutaléka viszi el. Tehát nem jut be a sportba. Sőt, ugye azt is tudjuk, hogy azért sokan a pénz egy részét visszakérik. Ami azért durva korrupció, úgy gondolom. Tehát ezeken a káros jelenségeken túl kéne lépni, de maga az alapszisztéma az én véleményem szerint az helyén való. Na most, az élsport finanszírozásában érdekes módon különböző kategóriák jelentek meg, amik korábban nem voltak. Hát az első az öt látványsportág. Ugye az öt látványsportág labdarúgásra kezdve, és valahogy mi is bekerültünk, jégkorongozók, ugye ebbe az ötbe, és azért roppantul hálásak vagyunk, mert sose gondoltunk volna ilyesmit. A röplabdát valaki tévedésből kifelejtette, pedig ha a televíziót nézik, a röplabda egy nagyon erősen látvány és média sport, rossz nyelvek szerint azért, mert az elnök az volt, aki volt, ugye, bizonyos pártállása, tehát ők kimaradtak, de viszont aztán pótlólag jól jártak, mert megjelent 16 kiemelt sportág. Ugye itt is egy kicsit túlzás van, mi 8-at javasoltunk és 16 lett belőle, mert mindenki addig ugye ugrált, amíg ugye ő is bekerült ebbe. Tehát van nekünk 5 látványsportágunk, ahol a kiemelt pénz a TAO-ból van, de azt nem szabadna profi sportra költeni, csak utánpótlásra. Van nekünk 16 kiemelt sportágunk, ahol mindenre lehet költeni, ugye? De a létesítmény is benne van természetszerűen. És van egy új kategória, felzárkóztatásra ítélt sportág, amelyekre nézve külön kormányhatározattal állapítottak meg megfelelő összeget. Hogy a számokat körülbelül lássák, az eltúlmet 6 évben, ezek a számok stimmelnek, mert ezek objektívek, szemben a korábban általam levő becslésekkel. A magyar jégkorong 12 milliárdot kapott a TAO-ból, kézilabda, kosárlabda, vízilabda 35 milliárdot kapott a TAO-ból, és hát természetszerűen 60 milliárdot kapott ugye a futball. Ebben vannak nagyon pozitív programok is, lásd a Bozsik program, és az sem mondjuk helytelen szerintem, ami például a létesítmények tekintetében nálunk a jégkorongban történt. Mert ugye már mi a helyzet? Ugye több mint 20 felett jégpálya épült az országban, mégpedig olyan helyeken, ahol korábban abszolút nem volt, például Zalaegerszegen, például Kaposváron, és itten, ugye Miskolcon valamikor volt egy nyitott valami, ugye most már azért a helyzet némileg más, és nagyon sok helyen Budapesten is, most már Budán is van, Óbudán egy, tehát igenis, és ezek nem pazarló jellegűek. Tehát mi nem csináltuk azt, amit a futballban csináltak, hogy ilyen kacsalában forgó kastély, hanem tényleg munka jellegű, valami Debrecenben már kettő van, ugye, és a többi, és mint a Főnix csarnokot nem számolom, mert ugye abban csak ritkán lehet bemenni. Tehát igenis, a létesítményhelyzet rendkívül nagy mértékben megugrott ebben a vonatkozásban. És már van eredmény. Hadd olvassam az eredményeket. Az amatőr sportolók száma versenyengedély alapján a sportinformációs rendszer szerint a korábbi 5%-ról, tehát a 2015-i 5%-ról fölment 30%-ra. Az edzők száma egy harmaddal. A sportegyesületek száma, most az amatőrizmusról beszélek, az szintén 30%-kal nőtt. Az öt látványsportágban a 16 éven alattiaknak a száma 260 ezerről 350 ezerre nőtt. Ma már a lakosságnak nem 5%-a sportol, hanem 25%-a, a diákoknál pedig a 35%-a sportol a mindennapi testnevelésen kívül. Tehát ebben a vonatkozásban én úgy gondolom, hogy rendkívül jelentős erőlépés történt, sok helyen felesleges többletköltségekkel, nem kell feltétlenül egy falusi futballpályára mozgó lépcső, mert én belátom, hogy a részleg leesik a lépcsőn, de hát azért
észelkére lenni, tehát ezeket a pazarlásokat, túlzásokat normalizálni kell, de alapvetően úgy gondolom, hogy ez egy helyes irány ebben a vonatkozásban. Rendkívül nagy mértékben őt a fitness termek, a wellness, ez azért alapvetően privát pénz, tehát nem állami, mert mutatja, hogy azért az üzleti szféra is szép lassan, de biztosan ilyen elindult. Új réteg sportok jelentek meg, ugye? A senior sport. Hát itt is van túlzás, mert például a Tesszavegy Egyetemen, ahol én mostanában segítem a Tesszavegy Egyetem egyetemi válását, ugye közölték velem, hogy van rekreációs sport is, amire mondtam, hogy én, ha az eltört csípőmmel felakasztanak a fürdőbe, akkor én sportolok? Közölték velem, hogy igen. Ez a rekreációs sport, ott lógok a szeren, ugye? És akkor én sportolok. Tehát itt is vannak ilyen nevetséges túlzások, de alapvetően a dolog, hogy úgy mondjam, elején van, a sok hülyeséggel együtt természetszerűen. De azért a karaván, hogy úgy mondjam, nyilvánvalóan halad. Na most itt is az élsportolók, edzők jövedelmezőségének támogatása. Több mint 100 kiemelt edző van, az eredményességi juttatások is jelentősen növekedtek, növekedett a sportösztöndíj, aminek az a baja, hogy összemosták a felkészülési sportösztöndíjat, a tanulmányi sportösztöndíjat. Ugye korábban kettő volt, a Gerevics meg a Veselényi. Ez most egyben van, sőt újabban, mert egyes sportosok szeretik a pénzt, sportcsillagösztöndíj is kialakult. Persze, ki a csillag, ezt ugye ő maga dönti el. Itt is vannak egészen sajátos dolgok, hogy például a olimpiai járadéknál is az a helyzet, hogy ebből az edző is kap, még pedig az edző a felét. Ki az edző? Az edző férje, apja, anyja, rokona, barátja. Hát ez, szóval ezek ilyen sajátos dolgok. Tehát voltak éppen egy francia miniszterelnök is megengedheti magának. Miért engedhetné meg magának, ugye? Egy jámbor magyar kajakos. Tehát ugye a dolog lényege, hogy itt is vannak mindenféle dolgok, de az, hogy alapvetően ez a rendszer kialakult, én úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes. De azért itt a sporttörvény régóta lehetőséget adnak sapkára. Tehát az, hogy meghatározzuk, hogy mi a keresetek felső határa. Ha Amerikában meg lehet csinálni az NBA-nél, a kosárlabdán nálunk is meg lehetne. Azért ez nem normális dolog, hogyha egy futballmeccsen, kivéve Diós Győrt, bocsánat, annak 500-an, 600-an, akkor aki ott futballozik, egy évben 100 millió forintot keres. Irreális. Ugye több mint 10 olyan sportolót lehetett megállapítani, akinek az évi keresete 60 millió forint fölött van, miközben se sponzor, se néző, se semmi. Ez nem helyén való. Ez nagyon helyén való. Vagy nem helyén való, hogy szerződés kötési pénz címén 10-15 millió forintokat fizetnek kiöregedett játékosoknak. De ez a selejt, ugye a Selejt bosszúja című filmből igazában véve, hogy ez a dolgok, hogy aki tisztességes munkáért, tisztességes eredményt ért el, az azért ugye ne 60 ezer forintért, hát az utánpótlás edzőknök, csináltunk egy felmérést 2005-ben, a 10-20 ezer forintokért állt a bácsi ott a pályán, és ő volt az edző. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek a meghaladása helyes. Azok a sajátos jelenségek, amit kialakultak, azok nyilvánvalóan nem helyén valóak. Na már most ugye még egy dologról szeretnék beszélni, ami helytelen. Ugye Nyugat-Európában egy sportszövetség vagy sportegyesület adminisztratív költségekre a költségvetésének 2-3%-át fordítja. A magyar szövetségeknél a helyzet 15% az adminisztratív költség. Amikor én jégkorong szövetség elnöke voltam 98-ban, nekünk egy főállású és két másodállású emberünk volt. Jelenleg több mint 30-an van. Tehát, ugye, olyat is láttam, hogy külön ember cipeli például a labdarúgásban a labdát. Én megkérdeztem, hogy miért cipeli külföldön, mert nyilván az ellenfél labdájával kell játszani, arra azt mondták, hogy egy kiemtemesült pofa, aki annak idején nem kapott pénzt, hát most ugye ő viszi a labdát, hogy itt legyen velünk, mert szeretjük. Na most ezek a dolgok, hogy úgy mondjam,
nem helyén valóak ebben a vonatkozásban, tehát az adminisztratív költségeknek egy fülyen fölemelkedése. Másik oldalra viszont az egész sportban azt látjuk, hogy a sport egyre több embernek ad megélhetést. Hát valamikor jégkorom sportban volt egy főbíró és két a oldalbíró. Most hányan van? Négy. Most négyen vannak, plusz a két gólbíró komolyabb meccseken, akkor rá hat, plusz a versenybíróság még egy ötös. Ugye? Ha nézzük a futballt, már kapunk, már hatan vannak már. Ugye? Tehát magyarul, ugye korábban hány masszőrünk volt nekünk? Egy darab. Három masszőr van, mert nem akar várni. Sőt, újabban egyes sportársak kitalálták, hogy az a jó, ha a női masszőrt, mert a skandinávoknál, a kanadaiaknál női masszőr van, mert az ő lelke, ha egy nő masszírozza az izmait, jóval jobb, és akkor jobban tud teljesíteni a meccset. Tehát nő masszírozza. És amikor az ember ilyenkor azt mondja, hogy Kanadában 20-30 ezer ember hatalmas pénzeket fizet, ott nyugodtan masszírozhat nő, de a terát ki kíváncsi, te szerencsétlen, akkor megsértődik, ugye? Akkor megsértődik. De hát itt azért sok teljesen szerencsétlen dolog is van. De jelentős, azért nagyon jelentős beruházások történtek, amik azért nem indokolatlanok. A Grupa Arena, a Nagyerdei stadion, a Győri Audinak a kézilabda stadionja, a Tüske csarnok, amely sok sportágat tud kielégíteni. Véleményem szerint nagyon helyes dolog volt. Más kérdés, hogy néha olyan helyes épült stadion, amit nem kellett volna. Például nem egészen értem, hogy miért kell Győrbe két darab stadion, az egyik ugye a Tarsaly sportársé, most nem tudom milyen állapotban, a másik egy nagyon modern, korszerű stadion, Gyirvóton, ami ugye Győrnek tulajdonképpen elővárosa. Hát azért itt is van érszerűtlenség, de azért az alapvető ugye, dolog szerintem megvan. A testnevelés egyetemnek a 45 milliárdja is véleményem szerint helyén való. Itt is azért ésszel kell lenni. Nagyon nehezen lehetett lebeszélni a TF-en is a sportásokat, hogy lőtéret csináljanak a Bak csomópontnál. Meg lovas póló pályát a Bak csomópontnál. Nix? Nincs. Ezen szemben van egy rendes oszoda és egy tanúszoda, hogy a lakosság is tudjon oda jönni. És igénybe venni ezt, tehát itt azért nagyon vigyázni kell, hogy ugye ezek folytatott dolgok, mert eltűnnek az egyetem költségvetésében. Mondjuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél, a Ludolfi Sportközpont, stb. Nem lehet látni, de ugyanakkor, aki ott van, az látja, és ebben a vonatkozásban nem helyén való, tehát a pazarlás. Ami a mindennapos testnevelést illeti, még mindig nagyon sok a luk, de 125 új tornaterem épült, és 40 tanúszoda, tehát úgy gondolom, hogy ez a része a dolognak. Most más kérdés, hogy én a 400 szurkolóval vagy 500 szurkolóval rendelkezők 6-7 milliárdos stadionja helyett jóval több tanúszodát és jóval több tantermet építettem volna, ha én döntési helyzetben lettem volna, de attól függetlenül azért ez bizonyos mértékben természetszerűen előre haladt. Na most, ugye ugyancsak igen lényeges szerepet játszik a magyar sportban a különböző világversenyeknek a megrendezésére való jelentkezés. Az elmúlt 6 évben több mint 109 alkalommal rendeztünk valamilyen mértékű nemzetközi valamit. Hát ebből a szempontból alapvető lesz a 2017-es vízi világbajnokság, ahol azért megmutattuk, hogy milyen klasszul tudunk tervezni. Eredetileg a sportársak persze spontánul 10 milliárdról beszéltek, hát jelen pillanatban teljesen nyilvánvaló, hogy 100 milliárd fölött lesz. Itt is az a kérdés, hogy mit számítok bele? Mert hogy a Tóth Jóskának fölépítik a fél angyalföldet ezen az alapon, ugye ez akkor a sport létesítmény része, hogy rendben hozzák ott az utat, a dagályádat, meg stb. Vagy ez nem tartozik oda. Ugye az olimpián az egyik fő probléma, hogy mi az, ami szűken szabottan az olimpia, és mi az, ami nem az olimpia, de az olimpia miatt gyorsított ütemben meg kell csinálni. Tehát itt azért bizonyos ütközések vannak, és hát ugye a további kérdés ebben a vonatkozásban, tehát a sportlétesítmény fejlesztés vonatkozásában lényegében eldől 2017. szeptemberében, amikor is ugye az olimpiáról döntést fognak hozni.
Itt szeretném azért azt megjegyezni, hogy azért az olimpiai előkészületekre is a betervezett pénznek a háromszorosa ment el eddig, ugye, legalább a háromszorosa ment el eddig, és kettő, azért a magyar lakosság azt is vegye figyelembe, hogy Rio de Janeiro kivételével olyan, aki először jelentkezett olimpiára és megkapta, nem volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 2024-es jelentkezésünk egy 28-32-nek az előkészítését kell, hogy szolgálja, ezért olyan borzasztóan sokat nem érdemes törzsfőnökök megvásárlására költeni, mert ugye nagy valószínűséggel, pláne a Trumppal megerősített Los Angeles-t megverni gyakorlatilag szerintem nem lehet. De viszont ez a jelentkezés nagyon jó előszoba lehet egy 28-ra, 32-re, ami azért már nem egészen az én problémám. Tehát ez egy belépőjegyre, de olyan marhaságokat se kéne a sajtóba nyilatkozni, hogy most egyszerre meg fogják ítélni a 24-et meg a 28-at, mert ez a maga alapszabálya természetszerűen nem teszi lehetővé. És végül, mert ugye egy órás előadást kértek tőlem, kb. 5 perccel szeretnék igényelni, az egyik dolog a sport szabályozás fejlesztése, ahol szerintem az alapvető feladat a szürke gazdaság csökkentése ebben a vonatkozásban. Itt is azért van előlépés, és van nem előrelépés. Előrelépés, hogy a csapat sportágban gyakorlatilag munkaviszonyba kell lenni, és egyben echo is van. Tehát a korábbi dolog, hogy a mi csapataink zömmel számlagyáraktól, ugye, aki elővizálhatatlan volt az MSZP számlagyártól, a másik számlagyártól, és ez ilyen kormányváltásokkor problémákat okozott, de a dolog lényege, hogy számlagyáraktól vették a számlákat, stb. Ez megszűnt. Gyakorlatilag munkaviszony van ECO rendszerrel, amely következtében a csapat sportágakban a szabályozás alapvetően jó. Hát kiskapu mindig volt, bűnözés mindig volt, de alapvetően a szabályozás jó. Ahol viszont luk van, ezt jól mutatja ez a hosszú katinkaféle eset. Mert ugye a egyéni sportágakban nincs munkaviszony. Tehát papíron egy teniszező, egy atléta, egy úszó, egy kajakozó, mint egyéni sportoló, a magyar sportjog szempontjából amatőr licence van, de ténylegesen természetszerűen profi. Ő nem amatőr kajakozó, nem amatőr úszó, ugye? Tehát itt aztán jönnek az unguldák, hogy tudjuk kihozni ugye az illetőnek a pénzét, úgyhogy a férjét is fizetjük, a gyerekét is fizetjük, mindenféleket kitalálunk. Ez nem jó. Tehát az a következő szabályozási feladat az egyéni sportolók legális jövedelmének biztosítása, ami ugye különböző technikákkal megoldható. Azokban a szövetségben, ahol egymással jó viszonyban vannak, például a teniszezők vagy az atléták, ott megbeszéli a szövetség a sportolóval, hogy nézd, én adok neked versenyengedélyt pénzdíjas versenyre, de a pénzdíjnak 20%-at, 30%-at, 40%-at odaadod a szövetségnek. Ott, ahol egymás torkának ugranak a fiúk, ugye, mint úszósport, ott nem ad le semmit, amire a másik meg tudja zsarolni, mert azt mondja neki, hogy édesapám, hát nem kapsz tőlem rajtengedélyt, ha nem viselkedsz úgy, ahogy viselkedik én. Meg ugye költségben úgy purkolják. Hát egy úszó, néztem a költségtérítéseket, 16 millió forint egy évben költségtérítés. Annyiba kerül a gatyája meg a papucsa? Én csak kérdezem. Ugye? Hát még jó köppent is kap. Tehát azért miért kell ilyen unguldákba belevinni? Tehát szerintem egy nagyon fontos szabályozás, hogy a sporttörvényben ennek az egyéni profizmusnak a megoldás, ami nem feltétlenül munkaviszonnyal, hanem másfajta technikákkal is természetszerűen történhet. Na már most ugye a szabályozásnak a másik része, hogy azért a költség, és ez összefügg az előzővel, indokolt és arányos költség. Nekem is volt egy szövetségi kapitányom, aki hát a gyögyben kedvelte a pénzt, és akkor én vele szépen leültem, és azt mondtam neki, hogy nézd, 10 botból elvehetsz 2 botot, mert a természeted olyan, hogy ne lopjál, ez lehetetlen.
lehetetlen, pedig senkitől nem lehet kérni. Tehát kettőt elvihetsz, nyolcat nem. Azt mondja, hármat nem lehet. Kettő. Budapest és mit tudom én, vidéki város között. Benzinszám. Rendben van? Nem Budapest és mit tudom én. És hasból mondom, Székesfehérvár. Hanem Budapest és Bécs. De nem Budapest és Tokió, mint a Delle utóbbi számlán. De hát itt is ugye az arányos költség, de ezt szeretettel kell csinálni. Nem kell följelenteni senki. Le kell ülni vele, békésen, bele kell nézni a szemébe, meg kell inni egy sört. Béke, barátság, szeretet. Nyolc volt marad, kettőt elvihet. Tehát ugye itt is a sportnak ez a szolidaritása, hogy hát igen, az élsport azt tudnék vagányság kell. De nem kriminalitás. Kettő közt különbséget kell. Jó élsportoló vagányság nélkül nincs. Nincs. Ugye amikor jött nagytestű OSZ-ések, BVSZ-ések jöttek velünk szemben, a vékony frantistákkal ugye szemben vízilabda meccsre, akkor a Kárpáti Gyuri adott a úszómesternek az akkori fogalmak szerint, és hasból mondom 5000 forintot, ez föltöltötte 30 fokra a vizet, hogy a BVSZ OSZ nagytestű játékosai ne tudjanak visszaúszni. Ez belefér. Ez egy csibészség. De az ugye lopni meg. Szóval ez egy másik ügy. Tehát vagányság igen, kriminalitás természetesen nem. És ebből a szempontból a fogadási csalás a legdurvább dolga az egész. Tehát igenis tudomásra kell venni, hogy akkora pénzek vannak, hogy a fair play bizonyos mikrében visszatorul, szorul. De azért ezt az eszmét a sportban feladni teljes mértékben nem helyes. Tehát, ugye az összegezésnek az a lényege, hogy alapvetően itt történt egy előrelépés. Én úgy gondolom, hogy indokolt volt a sportnak, mint nemzetstratégiai ágazatnak a kiemelése, mert ezt minden kormánynak magának kell eldöntenie. Hát ezt nem lehet vitatni, hogy miért nem arra, meg miért nem arra, meg miért nem arra. Ő erre akarta. És alapvetően jelentős eredményeket is lehetett ezzel elérni, de helytelen a aránytalanság, a túlzások, ebből a szempontból hiba a pazarlás, ugye ez a, amit Moldova úgy írt le, hogy a tékozló koldus. Tehát egyik oldalról ilyen gentroid, hogy odavágom a pénznek, vigyétek fiúk, majd belefér, a másik oldalon a tuszolóban nincs rózsa és nincs WC-papír. Tehát ezt a durva aránytalanságot és a szabadidős sportnak egy erősebb szerepét nyilvánvalóan figyelembe kell venni, és kettő, a lakosság jelentős részét zavaró, túlzott jövedelmek, indokolatlan teljesítmény nélküli jövedelmeknek megfogása, amire mondom a sporttörvény tulajdonképpen jogi lehetőséget igenis ad. Nem népszerű nyilvánvalóan az ilyet csinálni, mondjuk ha kormányzati tanácsadó lennék, akkor én nem javasolnám a kormánynak, hogy ezt a választások előtt csinálja meg, de hogy utána meg kell csinálni, az eléggé világos, hogy ezeket a teljesen indokolatlan, pazarló jellegű és teljesítményen alá nem támasztott jövedelmeket meg kell fogni. Mi a sporttörvény? Ki a profi? Aki jövedelemszerzés céljából foglalkozásszerűen sportol. Az nincs beleírva jól. Márpedig a közbeszéd, ugye, mert az a profi, aki valamihez ért. Tehát ha ő nem ért semmihez, mert egy NB3-as futbolista, és három kornerből hármat a kapu mögé rúg, de kap 1 millió forintot, akkor ő profi. Na de ez nem helyi van. Tehát ez szerintem is, ez sért is a társadalom egészséges erkölcsi értékét. Én úgy gondolom, hogy itt a vége ennek az előadásnak, ebben még sokat lehetne mondani. Például a TAO rendszert meg kell fosztani a helytelen vonásaitól. Tehát, hogy 30%-ot elvigyenek a közvetítők. Hogy pénz visszaosztás legyen. Hogy pénz, hát hogy mondjam, áramoltatás történjen. Ezt nyilvánvalóan az új TAO-ban meg kell szüntetni, és még egy, hogy a TAO-t rá kell irányítani most már, mert a létesítmények megvannak a fenntartásra, az üzemeltetésre.
Mert egyszer megcsinálni mindig könnyebb, mint valamit fenntartani. Tehát itt tulajdonképpen most már nem az új stadionok kellenek, hanem alapvetően a meglévőket kell megfelelően ugye kihasználni, üzemeltetni. És erősíteni az alapítványokkal, egyesületekkel a lakossági sportot, a kis és középvállalatokkal a professzionista sportot, és az államnak szép, halkan és csöndesen, lassan és békésen visszavonulni. Nem teljesen, de a jelenlegi 80%-ot szerintem egy 10 év alatt le lehetne vinni körülbelül 60-ra. Ami szerintem a hosszú távú kilátások szempontjából, ugye ez is benne volt az előadás címében, azért jó lenne. Nagyon szépen köszönöm. Tessék! Professzor úr véleményére kíváncsi vagyunk, mondjuk nem hangzott el, ami nagyon nem tetszik, hogy rendszerváltás óta 25 éve a helyi sportolókat, meg a magyar sportolókat nem támogatják. Jöhet mindenféle idegen, még ezt is elfogadom. De akkor le kellene védetni a márkákat, a Diósgyőr nevet, nem tudom, hogy ennek mi a lehetősége, a Videoton nevet, meg a, akár a Honvéd nevet is, ahol dicsőséget szereztek magyar sportolók, most meg bitorolják ezt az egész helyzetet. Úgyhogy mert lehet annyi címzetes nevet, hát annyi KFT név van, meg RT, adjanak neki olyan nevet, amihez, de olyan nevet, amihez semmi közük nem volt, és ha itt nem lesz előrelépés, mert a Marco von Basten csodálatos focista volt, egy balettáncos, hát ő a szakmai tanácsadója a FIFA-nak, olvastam a névfordnak a mellékletébe, és elmondta, hogy a pénzről szól, és nem jó irányba vezet. Hát labdarúgásban például mondta, hogy van 4 szupercsapat, azon kívül meg nincs semmi az égvilágon. Most ugye? Hát én csak azt tudom mondani, hogy azért mindig kettőn áll a vásár, mert senki sem kényszeríti a magyar klubokat, hogy fölvegyenek olyan neveket, amit ugye az ő eredeti identitását ugye sérti. Hát én is egy kicsit fölmakadt a szemem, hogy a Fradi pályát Gruppa Marinának nevezett. Na de... Albert Eyek. Hát azt is lehet, bár nálam inkább Kocsi Sándor lenne, de mindegy. Szóval a dolognak azonban azt szeretném önnek mondani, hogy kettőn áll a vásár. Hát nem kell elfogadni. Ő tesz egy üzleti ajánlatot, az a pénzt kap. A Grupa már csak a pénzt fizet a Ferencvárosnak. Azt is lehetett volna mondani, hogy mi ezt nem kérjük, és ennek józt is az a neve, hogy Fradi pály. Lehetett volna mondani. És én úgy gondolom, hogyha a sportklubjaink, sportszövetségeink egy kicsit feltőkésednek például a TAO következtében, egyre kevesebb lesz az ilyen eset. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet megakadályozni, mert ha valaki fel akar venni, Münchenbe is Allianz Arénának hívják a sportpályát. Ugye csak ott az az okosság van, hogy az egyik héten piros, a másik héten kék. Mert az egyik héten a Bayern München játszik ott, a másik héten pedig az Exi, az 1860. Én nekem volt egy nagyszerű javaslatom, mikor a Ferencváros RT igazgatóságának tagja voltam, hogy a Ferencváros meg az MTK egyesüljön és tartson közösen meccseket az MTK-val, és akkor egy pálya már felszabadul, azt eladjuk, lebontjuk, eladjuk, és akkor ismerkedünk, barátkozunk ottan, szépen megcsókoljuk egymást a meccsek előtt, és az egyik héten az MTK játszik, ott a másik héten a Fradi. Azt mondták, hogy én elmebeteg vagyok. Tehát nem kell elfogadni ezt, ez pénzért történik. Jó. Egyéb kérdés? Hozzászólás? Engedelemmel, ez az olimpiája még egy pillanatra visszatérünk. A elmúlt időszak olimpiájának a történet az a csőd, gazdasági erőt a csőd története.
nagyjából, főleg utóhozásítás tekintetében. Magyarország tudna olyan olimpiát, de 25-30 évben, ami már nem a mi dolgunk, tudom, de tudna olyat rendezni? Nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Tehát először is reálisan kell tervezni, nem lehetetlen. Azért én inkább a téli olimpiákban vagyok járatos. Én amikor a Magyarország el kellett foglalkozni a olimpiával, rögtön mondtam, de akkor is kirölögtek, hogy miért nem téli, ugye? Tehát én a téli olimpiák egyikesen volt veszteséges. Megtartottam maga családias jellegét, nem volt veszteséges. De most, hogy a Nemzeti Olimpiai Bizottság mennyibe gondolja komolyan, hogy nem gigajátékok kellenek? Mert komolyan nem gondolhatja, mert a televíziós társaságok igenis követelik a gigaolimpiát. Ezt nem tudom. Tehát elméletileg ez lehetséges. Pláne 28-ban meg 32-ben. Biztos, hogy egy ilyen kis ország, mint Magyarország esetében, és a görög példa azért számomra ez a legnagyobb negatívum, az athéni olimpia, mert azért sok, az nem igaz, hogy mindegyik veszteséges volt, az egyáltalán nem igaz, tehát ez így nem áll, de lehetséges. Most más kérdés, hogy ez az ország, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság igen jelentős pénzügyi támogatása nélkül, meg a nagyvállalatok támogatása nélkül erre saját maga, saját költségvetési erejéből biztos nem képes. Na de ha például egyedül maradtunk volna, mert visszalép Los Angeles is, meg Párizs is, amit azért ott komolyan fontolgattak, akkor egyedül lettünk volna, olimpiának meg lenni kellett volna, és ránk öltötték volna a dohány. Ugye? Úgyis a jelenlegi magyar politikának kedvenc jelszava, hogy csak jó szerencsét és semmi mást. Ugye? Tehát Virtus, Altius és a többi. Tehát igenis 19-re lapot kell kérni, tehát ugye ilyen értelemben ez lehetséges. De mondom, én nem tartom valószínűleg, hogy első alkalommal jelentkező országot, mert jó, jelentkeztünk 1960-ban is, Gábor előtt is, de azért az mondjuk komolyan nem lehető, én nem tartom túl valószínűleg, pláne egy Trumppal megdobott Los Angeles-szel szemben, plusz a rengeteg francia gyarmat által támogatott Párizsal szemben, nekünk szerintem néhány százalék esélyünk van. De van, és nem igaz, hogy az csak veszteséges lehet. Csak nem szabad ellopni, nem szabad túltervezni, nem szabad hátszolni, megfelelően kell eljárni, és akkor ez lehetséges. Tehát nyilvánvaló, az Amerikai Egyesült Államok gazdaság ereje egyelőre nagyobb, mint Magyarország. Nem, majd nem sokan lehet. Én mindig is úgy gondolom, 1960-ban egyébként komoly esélyünk volt, hogy Moszkva helyet mi kapjuk. 60-ban. Komoly esélyünk volt. Róma kaptál, de mi harmadikkal végeztünk 60 előtt, tehát 60-as olimpiáit küzdöttünk, és akkor az oroszok nem tesznek be nekünk, mert az oroszok meg azért nem akarták, hogy Budapesten legyen, mert Moszkvát akartak ugye a következő menetbe, akkor elméletileg lett volna módunkban. Na de hát a 60-as olimpián, ugye alig volt, hát csak mondok neked egy számot, a római olimpia, én az édesapám jóvoltából 1960-ban 20 éves koromban kim voltam a római olimpián. Az egy családi olimpia volt. Villamosan kimentem a stadionba, a római olimpiai stadionba, döbbenten néztem, hogy a oszlopok, egyébként az öcsém a Rómában professzor, és nemrégen kim voltam, és a Mussolini-ról elnevezett oszlop, ott áll most is. Tehát én 60-ban döbbenten néztem, hogy micsoda, Mussolini, ugye az olimpiai stadionban, azt mondták, hogy miért? Egészen jól dobol a unokája egyik római bárba. Hát miért? Tehát volt esélyünk, csak ez nem jött meg. De akkor egész kicsi volt. A római olimpián a televíziók 152 milliót fizettek, szemben a riói olimpia 252 milliárdjával. Hát azért némi különbség van, úgyhogy én nyári olimpiára nem is járok, mert az nincs értelme. Télire még van értelme, mert azért még mi. Az ember lop valamilyen logót, amivel bejut, akkor azért egészen normális. Valahonnan egy kocsit is kell szerezni, ez sem egyszerű, de hát ha az ember annyi egyetemistát tanít, mint én, akkor azért valami kocsi mindig leesik valahonnan.
el kell kezdeni a mátrát. Köszönjük. Van-e még kérdés esetleg? Köszönjük szépen. Én mondtam, hogy egy rejtőkönyvből jött, tehát megelőlegeztük. Nagyon élvezetes volt az előadás. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem még egyszer megtanulunk.